Ismerkedjünk meg röviden a transformáló eszközökkel. Szükségünk van egy kijelölésre, amit már az előző filmen megcsináltunk, egy téglalap alakú kijelölés a citrom körül, és a transformáló eszközökre sorban a forgatóeszköz, az átméretező eszköz, a nyíróeszköz. Nézzük a nyírás műveletét. A nyírás műveletét két tengely végezhetjük el, a vízszintes és a függőleges tengely mentén. Attól függően, hogy melyik segédvonalhoz, melyik határolóhoz viszem az egeret, attól függően fogok kapni vízszintes, illetve függőleges irányú tengely szerinti nyírást. És most ugye most lehet látni, hogy most úgy torzítottam el, hogy mindkét tengely irányában nyírtam, illetve eltoltam a citromot. Most két Ctrl-Z megnyomása után visszaállítottam az eredeti állapotba. Nézzük a perspektívikus hatást. Perspektívánál a négy pont mentén lehet tulajdonképpen elcsavarni egy teljesen kiemelni a síkjából a citromot, és egy saját perspektívába áthelyezni a citromot. Teljesen megváltoztatta így az alakját a citrom. Megint visszavonom a műveletet, és végül a tükrözés következik. Tükrözés, vízszintes tengely, illetve a Ctrl billentyű lenyomásával a függőleges tengely szerint tükrözhető a citrom, és visszakaptam az eredeti állapotot. Ezek voltak a transformációs eszközök, hát természetesen lehet látni, hogy mindegyikhez egy csomó egyéb beállítási lehetőség is kapcsolódik még. Talán ez alól az egyetlen kivétel a tükrözés, ahol igazából már egyéb beállítási lehetőségek nincsenek. Ugye van egy téglalap alakú kijelölésünk a citrom körül, és szálkeresztünk és a négy irányú nyílunk. Ebben az esetben az egér balgombjának nyomva tartása mellett a könyv kijelölést és annak tartalmát tudjuk mozgatni az adott rétegen, tehát jelenleg egyetlen rétegünk van, ez a háttér réteg. Ilyenkor tulajdonképpen egy lebegő kijelölés jön létre. Ez a lebegő kijelölés a gimbben alapvető fontosságú lesz, erről nagyon sokat fogunk hallani, tanulni. Igen ám, de van egy olyan eszközünk, ami a négy irányú nyíl eszköz. A négy irányú nyíl eszköz az a alapvető mozgató eszköz. Na most ez az eszköz ilyen pillanatban nem aktív, de mégis tudunk vele dolgozni, de valami egészen más csinál, mint a másik eszköz. Meg látható, hogy a kürzor ikonja megváltozott, egy kürzor nyíl és a négy irányú nyíl van. Ilyenkor tulajdonképpen nem más csinálunk, mint a réteget magát mozgatjuk. Egy rétegünk van, ez a háttér réteg. Tulajdonképpen az előbb két rétegünk volt, a lebegő, volt egy lebegő rétegünk is. Hát hogy lehet ez, mi történt? Vonjuk csak vissza a műveleteket. És akkor lehet látni, hogy a réteg ablak az aktív, hogy visszanyomom a műveleteket, tulajdonképpen ez a lebegő kijelölés, ez megszűnt, amikor a négy irányú nyíllal, tehát egy ideig nem tudom mozgatni a háttérréteget. Volt ott egy, megint visszavonom a műveletet, van ott egy horgony. Az a horgony nem jelent mást, mint azt, hogy ezt a lebegő kijelölést le kell horgonyozni a háttérrétegéhez. Ahogy lehorgonyozom a háttérréteghez, eltűnik, és ebben az esetben már maga a réteg, vagyis tulajdonképpen most az egész kép mozgatható. Tulajdonképpen miről van szó? Arról van szó, hogy a kijelölés, a kijelölt területet és annak tartalmát
mint egy a kép fölött, vagy a nevezzük rétegnek, a réteg fölött mozgathatóvá teszi. Ez a lebegő kijelölés. És ha ezt nem horgonyozzuk le, nem kötjük hozzá egy adott réteghez, akkor sem a háttér, sem semmelyik réteg nem mozdítható. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi az, hogy lebegő kijelölés, kijelölésnek a mozdítása, illetve a most látni, hogy szépen az összes műveletet, amit csináltam, transformációs műveleteket mind-mind vissza lehet vonogatni. Egyébként ez itt a visszavonás ablakban szépen jelzi, hogy milyen műveleteket csináltam. Ez volt egyébként a kiindulási kép. Így mell lehet sorba lépegetni, hogy milyen műveleteket végeztem, azt ő mind megmutatja. Itt jönnek a tükrözések, és így tovább, és így tovább, és amelyikre ráállok, az a művelet lesz újra, tehát az a állapot lesz újra aktív. Nagyon hasznos. Innen fogjuk folytatni, tehát következnek az ellipszis alakú kijelölő eszközzel végezhető műveletek.